Köszöntünk mindenkit, mint láthatjátok, összehoztuk ezt a pár év után ezt a közös vlogot, ahol a mai alkalommal hát kicsikét átbeszéljük, hogy mik történtek, a problémát is, ami ugye felmerült még annó egy x évvel ezelőtt, illetve lesz egy közös edzésünk is. De mielőtt ebbe belevágnánk, egy pár kérdés azért feltennénk Denisnek. Megjelen Magyarország legelső étrendtervező, kalóriaszámláló és recept elkészítő applikációja az iFoodie, illetve személyedző applikációnk is az iTrainer. Töltsd le őket most! Eltűntél! Eltűntél a social médiából. Mi ennek az oka? Mi történt a te életedben? Kb. 2 éve átvettem egy edzőtermet, ami totál káoszos volt, tehát be kellett vezetni rendszereket, hogy ez az egész tudjon működni. Hirtelen a kezembe kaptam egy csapatot, úgyhogy még soha nem vezettem csapatot. És bele kellett nőnöm ebbe az új feladatba. Egyszerűen nem maradt időm arra, hogy most még gondolkozzok rajta, milyen videókat forgassak, meg hogyan, mert tele lettem új feladatokkal az életben. És aztán Mátéval, igazából az operatőrömmel mindig mondtuk, kb. Havi szinten, hogy térjünk vissza, csináljunk újabb és újabb videókat, és néha, mondjuk így 3 hónap után sikerült is összehozni egy-egy videót, de nem sikerült tartani. Egyszerűen, amit előtte évekig sikerült tartani, heti több videót, az szerintem az ember, te nagyon jól tudod, hogy mennyi munkával jár. Igen. Szerintem az emberek nem tudják, hogy a háttérben ez mennyi munka, de azért a videókat megtervezni, összevágni, leforgatni, annyi dolog van a háttérben, amit az emberek nem látnak, hogy nem olyan egyszerű tartani ezt a heti szinten több videót, vagy akár heti szinten bármennyi videót. Hát igen, hogyha valaki lát egy 10 perces videót, ugye az nem annyi leforgatni, vagy nem annyi összevágni. Ugye sokan azt hiszik, hogy miért nincsen minden nap tartalom, vagy miért nincsen egy héten 2-3-4 videó. Pont ezért nincs, mert amíg ezt megtervezed, felveszed, összevágod, egy videóval simán elmehet 5-6-7 óra is akár, nyilván attól függ, hogy milyen hosszú a tartalom. De ez mondhatni egy full-time munka, hogyha mondjuk egy héten 3-4 videót gyártasz, és ezért van az ugye, hogy sokszor, hogyha valakinek már lesz egy teljes munkaköre, vagy új vállalkozása, akkor nem fog beleférni az a egy hónapban az extra 10-12 óra munka, vagy több, akár egy vagy két tartalommal. Igen. Na most, mint tudjátok, nekünk volt egy összeveszésünk, egy kb. 2 évvel ezelőtt, egy fasságon igazából. Fekvőtámasz kihívás volt, és akkor én megsértődtem azon, hogy a Denis kritizálta a formát, ahogy csináltam. Most láttuk Ádám videóját, és azt is láttuk, hogy nem volt helyes a fekvőtámasz, és a végén még meg is kér minket, akiket kihívott, hogy küldjünk neki kihívást. Ádám, most neked küldöm a kihívást, hogy csináld meg ezt a 100 fekvőtámaszt egyben, helyes formával. Ami amúgy utólag bevallom, tehát szar volt. Na, tehát valljuk be, ami szar volt, az szar volt, tényleg szar volt. Én ezen felhúztam magam, visszaszóltam neki, aztán volt egy kis összeveszés. Én emiatt elnézést kértem, részemről nincsen harag, de azért hallgassuk meg, hogy ő mit gondol. Ez szerintem tök szépen mondtad, meg örülök, hogy te így látod, mert én meg még pont reggel gondolkoztam, hogy basszus, mit fogok mondani a videóban, és az őszinte véleményem az, hogy az én reakcióm volt szar. Azt már anno egy hónappal később láttam, hogy te igazából jót akartál, tehát a szándék az volt, hogy motiváljuk közösen a népet. Csináljunk egy olyan kihívást, ami az egész országot megmozgatja, és ezt abszolút létre tudtuk volna hozni, hogyha én nem egy olyan videót forgatok, hogy kedves Ádám, így kell fekvőtámaszt csinálni, mert tény, hogy szar volt a kivitelezés, de nem erről szólt, nem arról szólt, hogy hogyan kell tökéletes fekvőtámaszt csinálni, hanem hogy mozgassuk meg az országot, és ezt viszont én rontottam el, hogy hülyén reagáltam. Tehát előre programoztam, hogy ott valami... Az igazság az, hogy amikor ezt a videót felvettem, akkor meglepődtem azon, hogy annyira könnyen nem ment ez a 100 fekvőtámasz, mint ahogy én azt hittem, hogy fog menni, mert kicsit úgy felszedtem a Covid alatt, meg így a izék alatt, egy ilyen jó 100 kilóra felmentem, úgyhogy nem ment úgy a fekvőtámasz, és tényleg szar volt a forma, de hál' Istennek ezt sikerült így megbeszélnünk, és a mai alkalommal, mondom, lesz egy kisebb edzés, meg egy ilyen kis beszélgetős vlog. Aztán, hogyha nektek tetszik, akkor a következő videóban akár lehet ilyen kaja kihívás, kalória kihívás, vagy bármi, amit esetleg a nézők, a kommentelők szeretnének, meg amiben Denis is benne van, vagy amit ő is szeretne. Na most, itt tervezel amúgy visszatérni? Vagy most így a konditerem mellett, ugye itt a Ghost Fitness az új konditerem, Perc utca 1. Perc utca 2, Perc utca első 2. emelet. Mi most nagyon reklámoltam, hogy nem szeretnék csinálni, mert szerencsére így is jól megy a terem, de... A sztori az, hogy ugye átvettük egy utcával arrébb ezt a kis 20 éves edzőtermet, azt szépen bepörgettük,
és odaig eljutottunk, hogy nekünk kellett több hely, úgyhogy átköltöztünk ide a Perc utca 2-be, ahol most rengeteg helyünk van, és csináltunk egy komplett új edzőtermet, csak a Ghost Fitness nevet megtartottuk, mert az évek alatt megkedveltük. Úgyhogy most itt vagyunk, van egy komplett nagy új termünk, viszont a régi gépeket is megtartottuk, úgyhogy igazából van egy komplett régi old school termünk is. Azt gondolom, hogy valami nagyon fasza edzést fogunk tudni tolni itt. Abszolút. Kérsz-e pörgetőt? Én nem iszok pörgetőt már évek óta. Megmondom őszintén, Assza. Aki esetleg nézi. Egészséges csak úr. Csak kell, nem, én nekem volt egy ilyen, azt elmondom, ez nem titok. Én ugye próbáltam rengeteg pörgetőt, meg ugye én régebben használtam is pörgetőket. Utóbbi időben nekem az volt, hogy olyan szinten túl pörgetett, hogy én a kórházba kötöttem ki. És kettőször volt ilyen, olyan szinten felnyomta amúgy a pulzust, meg minden nekem. És figyelj, összesen 230 mg koffein volt benne. Tehát nem egy 400 mg-os cucc. Nem. De én ott megfogadtam, hogy jó, akkor nekem nem kell pörgető, mert aztán. Nem. Tehát én amúgy totál abba hagytam. Ez amúgy 3 évvel ezelőtt történt, ez az incidens. És én azóta olyan szinten úgy vagyok vele, hogy nekem semmi pörgető nem kell, hogy én nekem semmi. Nekem ott a kávé, én iszok reggel egy duplát mondjuk, vagy egyet, mindegy, és akkor nekem annyi elég. De különösebben én már nem használok ilyen durrantókat, meg ilyen pörgetőket, szóval nem, nekem ezeket elengedtem. Aztán. Ez nagyon jó. Ez tök jó hallani. Ha te szeretnél, akkor igaz? Én most nem fogom magamat belőle, mert sok ember már nem tud úgy edzeni, hogy mondjuk pörgető nélkül. Vagy energiaital nélkül, vagy akár a kettőt keverve, mondjuk az energiaitalba belekeverni a pörgetőt. De igazából hát, gondolom te akkor ezt az elmúlt 3 év alatt tudtad erősíteni, meg gyakorolni, hogy igazából nem szükséges, hogyha megvan a szükséges hozzáállás, a mentalitás. Minden fejbe dől el, ezt te is tudod. Igen. Szóval igazából, hogyha te elhatározod, hogy edzeni fogsz, pörgető nélkül, mindenféle cucc nélkül, mert igazából szeretnél edzeni, és kihozod a maxot, akkor hozzá fogsz szokni ahhoz, hogy nincs az, ami... Tehát, hogy elmész a terembe, és a munkát megcsinálod. Tehát nem az van, hogy túlpöröksz, mert nekem sokszor volt ez pörgetővel, hogy olyan szinten túlpörögtem, hogy másfél-két óra után én még edzettem volna. De aztán másnap úgy éreztem magam, mint a mosott szar, érted? Mert olyan szinten túlterheltem magam, és amit nagyon sokan nem tudnak, Hogyha pörgetővel edzetek évekig, és abba hagyjátok, fog fájni itt ott. Én tudom, miről beszélek, mert nekem amúgy fájt a térdem, fájt a könyököm, fájt a vállam, meg a csuklóm. És pont azért, mert ugye az extra 20-30%, az pont annyi, hogy túltolod, amit már lehet, hogy nem bírnál, vagy az izületed nem bírnál, de ott a pörgető, ezért túltolod, igen. És fájni fog később. Úgyhogy én amikor ezeket abba hagytam, nekem egy fél évig mindenem fájt, így szó szerint értsétek, és igazából nem bántanak, hogy abba hagytam, mert most nem edzek akkora súlyokkal, nincs annyi erőm, az tény, nem annyira intenzív az edzésem, ez is tény, erősebb voltam régebben, ez is tény. De az izmok nagyobbak. Viszont hát azt sem mondanám, inkább azt mondanám, hogy egészségesebb, tudod, meg nem az van, hogy fáj, nem az igen. van, hogy felkelek és arra kelek, hogy fáj a térdem, vagy fáj a vállam. Tehát ezek nincsenek, úgyhogy tök jó. Én nem bántam tök meg, jó. De kell amúgy az, hogy elhagyod, utána egy hónapig gatya. Tehát elmész edzeni és fáradt vagy. Nem élvezed. De... Fáradt vagy non-stop. Mert ugye hozzá vagy szokva egy napi koffein bevitelhez, meg igen. egy arginin, igen. meg ezek hogy durrantanak és visznek előre. Ezt nem kapod meg hirtelen, és azt érzed, hogy így, mint aki nem aludt. És így elmész igen. edzeni, és így vagy. Igen. Ha ezen túl tudod magad tenni, ami egy másfél hónap, akkor utána már menni fog. Igen. De ezt meg kell szokni. Csináltam egyszer egy hónapot, hogy hirtelen minden koffeint elengedtem. Minden. Mert nekem is volt egy ilyen időszak, amikor totál túlzásba vittem. És akkor mondtam, hogy jó, akkor holnaptól semennyi, de még csak kávé sem, semmi koffein. És az első 2-3 nap az pokol volt. Tényleg egész nap azt éreztem, hogy állva be tudnék aludni. Utána meg a negyedik naptól már így kezdte összeszedni magát szépen lassan. Hát csak ugye a kávé, hogy most az a kávé 60 mg, 50 mg koffein van egy adagban kávé, most egy normál kávéban 50 mg kb. Iszol egy nap 3-at, 150 mg, veszedsz egy pörgetőt, vagy másfelet, 3-4-500 mg. Azért az kemény, most 3-4-500 mg-ról lemész nullára, vagy 150-ről lemész nullára, nagy a különbség még ott is. Tehát, hogyha valaki 500 mg-ról megy le nullára, hát akkor egész nap alszik. Szó szerint egész nap alszik. Úgyhogy nem, nekem nem lesz semmiképp sem pörgető.
De mondom, hogyha te szeretnél, nyugodtan csapathatsz. Megkerülhetetlen, hogyha valahol sokat vagyunk, akkor egy idő után egy kicsit beszűkül a látás. Tehát mondjuk egy bizonyos, mondjuk egy mellnapon kialakul egy rutin, hogy én egyértelműen ezzel kezdek, ez a következő, ez a következő. Ezért most nagyon kíváncsi vagyok, hogyha te itt vagy először, te miért hogyan mennél át itt a gyakorlatokon? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Jó, hát igazából akkor vágjunk bele. Vágjunk bele. Na, hát ebben a teremben, amit elsőnek így megtaláltam, meg amit csinálnék, az egy fekvonyomás lenne felrepadon. Érdekes, hogy áthoztál minket rögtön az old school-ba. Hát... Ezen látszik, hogy te is inkább ezt a nyers vasat szereted, nem? Én a gépeken nem igazán szoktam dolgozni amúgy, szóval kézisúlyzók, szabadsúlyok, saját testsúly 90%-ban, és akkor abban az 5-10%-ban pedig ilyen esetleg egy pár gépes gyakorlat, de főleg ezeket szeretem. Mondjuk ez annyiban jó tényleg, hogy ha más nem kíséri, ami tök fasza, de sok esetben amúgy nem gépen csinálom, csak simán fekve nyomás, mondjuk egyenes padon vagy felreparon. Még nem forgott a kamera 5 percet, szépen gyalogoltunk a futópadon, hogy bemelegítsük a vérkeringésünket. Tehát példaértékűen bemelegített. De mi a vérkeringésünket is bemelegítjük, szóval, de hogyha beálljak segíteni, szóval... Beálljak segíteni! Jó? Hogy is kell ezt használni? Jó? Inkább egy intenzívebb edzést kéne csinálni. Én nem szoktam amúgy elhúzni, ha hiszitek, ha nem, nekem egy szűk óra az edzésem, és ezt sokan nem értik, hogy miért, de nekem kávé ennyi. Kéne fekvőzni, nem? Mit gondolsz arról? Valamit kéne csinálni. Vizet iszunk. Ennyi. Hát igen, nem hoztam a vizemet, de next time. Te hogy építesz fel egy ilyen edzést? Tehát, hogyha mondjuk azt mondod mell triceps, akkor a tricepset a végére hagyod, vagy felváltva csinálod? Mert jó, így akkor a triceps a végén. Hogyha elkezdem ugye kombinálni, akkor le fog fáradni a tricepsem, és akkor végül mellben nem tudok annyit nyomni. Aha. Szóval az a koncepció ugye, hogy triceps mint segédizom, az majd a végén. És a mellnél úgyis be fog melegedni a triceps, szóval a végére hagyom. De akkor te is azt mondod, érdemes kombinálni, mert van, aki azt mondja, hogy inkább mell biceps, hát triceps. Figyelj! Én meg úgy vagyok vele, hogy ha már be van melegítve a triceps, akkor adjuk neki. Én is így vagyok vele. Ezért van ugye az... Ezért van ugye nekem is így bontva, hogy így volt régebben is, hogy toróhúzó láb, pont emiatt. De utána, hogyha már többet edzek, mint három, mert már többet nyilván, a tólnapot szerem ketté, és még van egy mell triceps, meg egy váll has, vagy fordítva, vagy egy mell has, váll triceps, de a lényeg, hogy nekem a láb, meg a húzónap az egyből. Tehát nekem a biceps, hát az már évek óta. Tök jó. Örülök. Nem tolom ezt így túl. Szerintem inkább googoljunk. Üljünk fel! Csináljuk. Figyelj, szerintem érjük el a 100 fekvőtámaszt közösen. És akkor ebből most nem egy verseny lesz, hanem egy csapatmunka. Jó, és akkor valaki számolja, vagy hogy legyen? Mindenki számol magának. Ezt akkor a 100 fekvőtámaszt. Aztán majd a kamera amúgy is mutatni fogja, hogy, jó, hát akkor csapassuk. Hogy ez valóban meg lesz. 100 cél. 100 cél. Közösen. Tehát, hogyha 50-50, akkor azzal is meg vagyunk. Vagy te csinálsz 70-et, és én 30-at. Jó, mindegy, akkor azért is számoljuk. Induljunk, jó van. Lesz. Az van, mennyire jársz? Szerintem 40-nél. Na, 100-at. Meghaltunk, jól van? 100-at megcsináltunk. Akkor ennek a folytatása az, hogy legalább 100 fejünk. Eszünk egy Big Mac-et. Az a következő kör. Eszünk egy Big Mac-et, testvéreim. Jó. Oké, szóval. Írjátok le, hogy milyen fekvőtámaszos kihívást szeretnétek látni. Ezt közösen meg fogjuk csinálni Denisszel.
Következő alkalommal. De a cím az, hogy csicska vagy, ha ezt nem csinálod meg. Kimaxolja a gépet. Csinálta te is ilyen kalória kihívás, nem? Vagy volt valami 10 000 kalóriát, megcsináltad te is, ugye? Igen. Aha. Azt megcsináltam, ez bent is maradt. Beteg kihívások ezek a 10 000 kalória, meg ezek? Ezt annyian nézték, emlékszel rá, amit 200-300 000 kalóriát megnézted? Persze, persze. Volt annak egy időszaka. És utána, amikor úgy hívnak téged, hogy itt a sajtburgeres gyerek, és ki megyek az utcámba, az meg így ég a pofám, tudod így, nem én vagyok az. Hú, az kemény. Köszönjük a figyelmet, ennyi lett volna a mai vlog, edzésvlog. Akinek tetszett, az nyomjon egy lájkot, és kommentbe írja, hogy milyen videót szeretne még látni. Denis, ez egy élmény volt, örültem az edzésnek. Köszönöm szépen. Következően megcsinálunk egy kalória kihívást. És fekvitámaszokat. Fekvitámaszokat. Mindenkinek, peace. Kibaszott cikibettesok.